Csomi sőt ezt a csokoládé! Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, kiben jelentkezik a következő videóval! Nagyon gyorsan kell cselekednie a Keepernek, mert valamit kitaláltam, még nem játszottam, és hülye voltam, hogy eddig húzódott ez a dolog, mert a Keeper feje... Jó, minden bájtás jól maradt. Várjatok egy pillanat, eladó cuccokat vigyünk. Srácok, ne haragudjatok, de most nem tudok rátok koncentrálni ide le a sarokba. Ide. Oda. Mert a Keepernek egy csomó dolga van. Várjatok, nem gyógyszert, fegyvert vigyünk, vagyis lőszert vigyünk legalább ehhez a fegyverhez. Gyerekek, rengeteg dolgunk van, és egyéb craft, ez az. Tankoljuk meg a mocinkat. Remélem, hogy nem felejtek el semmit, de próbálok. Gyerekek, valamit elfelejtettük. Állj! Nagyon gyorsan próbálom csinálni. Mi a francot akartam, gyerekek? El kellene rakni a Bertel skillre, kellene egyet rakni. Volt egy skillpontom, és 31. napban elfelejtette a Keeper. Mit jelent a 31. nap? Azt jelenti, gyerekek, hogy... Gyerekek, 31. nap azt jelenti, hogy elvileg reszettelődtek a tradereknél az áruk, és úgy gondoltam, hogy 22:00-ig használjuk ki az időt, és akkor vágjunk bele a lecsóba és csináljuk. Látogassuk meg a három tradert, megpróbálkozunk vele, remélem, hogy sikerülni fog, és akkor talán olyan dolgokat tudunk szerezni, amik nekünk szükségünk van. De egyébként ebben a részben rengeteg új dolgot fogok csinálni, tehát mondjuk úgy, hogy nem akarom lelőni a poént, de teljesen megreformálom az egész karakteremet, szóval készüljetek fel a legrosszabbra, srácok. Nagyon gyorsan megyek, mint az őrület. 22:00-ig oda kellene érni az összes traderhez, úgyhogy igen, elhoztam az eladható cuccokat, van nálam lőszer, igaz nem sok fajta, de úgyhogy az egyes gombon lévő M60-assal kell majd harakoznom, hogyha jönnek a madarak vagy bármi. Hello, szevasz! Van nálatok terasz? Ha van nálat, nincs nálatok terasz, akkor hello, szia, szevasz! És megint olyan sárga a Keeper feje, mint a... Nem is tudom, mint a sárgaság. Hoppá, ugorjuk le! Egyébként igen, észrevettem, hogy itt a játék elején egy kicsit, ugye, amíg töltődnek be a dolgok, addig... Van itt vannak problémák! Várjatok, gyorsan eladható cuccokat, mindentől megszabadulunk baró gyorsan. Ettől is megszabadulunk. És tényleg meg fogja a Keeper reformálni az egész... Jó, hogy nem a izét eladtam, gyerekek, ezt mennyire venné meg? Vicces lenne, eladnám a pénzt. Egyébként mondták, hogy a tokent is, hogyha nem kell token, akkor be lehet olvasztani, és jó adja a rezek. Kivágjuk a rezek. Na gyerekek, nézzük meg, hogy mi az, ami nálunk van, vagy nála van. Egy-két dolog, ami... Figyelj, robotik turret. Jaj, mondta egy srác, hogy baj van, várjál, nézzük gyorsan. Ami még, figyelj, hogyha innen nincs semmi, és itt végignézzünk esetleg itt is mindent, de azért kicsit koncentráljunk. Úgy, oké, szépen, jó, figyelj, várjál már. Ez milyen modifikáció? Tök jó. Oké. Nem látok semmi olyat. Hogyha nem látok semmi olyat, akkor a kajákat fogjuk megnézni, a modifikációkat fogjuk megnézni, és a kajákat modifikációk. Ezek mind modifikációk, mert az lehet, hogy nekem szükségem lenne, ez a modifikáció, ugye, marok, jó. És a kajákat kellene még megnézni, mert ha olyan kaja van, amiből tudok csinálni magot, akkor az visszük. De úgy látom, hogy nem találtam semmit, úgyhogy megyünk a következő traderhez nagyon gyorsan. 19:13 van. Veressed neki, Keeper! Ugye három traderhez kellene elérni, 22:00-ig, ami nem lesz annyira egyszerű, mint amennyire tűnik. De talán azért sikerülni fog. Jók vagyunk, gyerekek. Nagyon nagy a fény! Nagyon nagy a fény! Nem látok egyébként, ja. De ezek a reflektorok, ezek össze-vissza forognak itt, mert ahogy itt rendezem a dolgaimat. Na, skacok, úgyhogy a mai részben teljesen reformálni fogjuk a karakterünket, és egy csomó mindent kell csinálni, úgyhogy valószínű, hogy reggel 4-ig minimum el fogjuk tölteni az időt, és még talán nem is lesz elég rá, de azért bízunk benne.
Ja, mondta egy srác, írta az előző részben, hogy nem nagyon jó nekem az, hogyha... Leraktam én ezeket a tureteket, mert igazából nem sok értelme van, mert nincsen elektromosságom, nem működnek. Én nem gondoltam volna, mert egy ilyen aksi van benne a közepébe, azt gondoltam, hogy ez ilyen akkumulátoros, de úgy látszik, hogy nem. Akkor igazából az elektromosságra nagyon rá kellene menni. Egy másik srác megírta, hogy menjek már rá Gasmonkey-re, vagy mi a szarra, amivel ugye különböző járműveket tudok csinálni, csak az a baj, hogy nulla szinten van nekem az, és ugye az egyes szinten még csak biciklit csinál, a második szinten csinál robogót, és a harmadik a motor. És utána ugye jön az autó, és ugye a gyrokopter. Viszont az azért nem kevés XP és skill pont lenne, hogy én felhúzzam azt 5-ös vagy 4-es szintűre mindenki minimum, ugye, hogy a motor vagy az autót érdemes lenne megcsinálni. Van egy csomó dolog, még egy csomó skill pont, amire inkább lehet, hogy költene a keeper. Na várjatok gyerekek valamerre, elmegyek-e, nem erre kellene volna menni? Bazza! Nem hiszed el, hogy beleestél ebbe, keeper. Jó, mert fel gyorsan. Oké. Okay. Hol vagy? Hol vagy motor? Bazza, beleeste, öcsém. Nem hiszed el. Nem hiszed el. Nem kellene elcseszni az időt. Itt milyen helyek vannak, gyerekek? Itt van egy csomó érdekes dolog. Jó, itt meg közben támadásba lendültek a zombik. Van itt egy csomó érdekes dolog, ami valószínűleg egy csomó jó loot is van, úgyhogy ebben a városban mindenképpen fogok csinálni egy előretett helyőrséget, amiben szerintem tökével leszek, nem tudom mi a szar ordít. Nem, nehogy már megint beleesett, baze. És most minden rám jön, baze, az biztos. Nem hiszem, elhallod már megint beleestem abba a szarba. Jó, hogy föl lehet venni a motort, baze. Úristen. Elvileg valamerre erre kellene mennem? Remélem, jó fele megyek. Remélem, jó fele megyek erre, és akkor balra, arra van ugye a következő. Gyerekek, ez nem a fegyvergyár? Álljál már, nézzél már egy térképet, baze, mert baj van. Ja, egy kicsit merre megyek én a fegyvergyár. Oké, és akkor ott kell felverem. Jó van, oké, nincs semmi baj, jó, fele haladunk. Csak egy kicsit pörgősen, aztán nem nagyon bírja tölteni a mapot a game. És a számítógépem inkább a csorogépem. Mi szemem, bazamon, megint madár. Ezeket le tudjuk hagyni? Nyomjuk neki, mind az őrültek, hát ha lehagyja, nem tudom, hogy le tudjuk egyáltalán hagyni. Ja, ez nem a fegyvergyár, hanem ez a izé, ez a fúros. Egyébként erre gondoltam, hogy ezt is ki kellene lootolni. Megmondom őszintén, utána is néztem egy picit, és azt írják róla, hogy ez valójában nehéz, mint a fegyvergyár, de lehet, hogy még nehezebb. Úgyhogy egy kicsit tartok tőle. Na, 20 óra van, úgyhogy 2 órán van végigjárni a következő kettő trailert. Hát nem tudom, hogy sikerül-e, mivel 22.00-kor nem csak 0-0-kor nem csak az a probléma vele, hogy ugye elkezdenek futni a zombik, hanem az is probléma, hogy nem fogok tudni bemenni, mert ugye bezár. Szóval ezért is ajtok, mint az állat, és tényleg ki akarom használni 22.00-ig az időt. Mert ugye utána úgyis egy csomó dolgom van, egyébként ezeket a madarakat lelövöld, azok is ott maradnak, ezek nagyon érdekesek. Ja, utána úgyis iszonyatosan sok dolgom van, tényleg az egész karakteremet újra akarom reformálni, meg fogjátok látni, hogy mire gondolok. Megint ilyen borús az idő, meg ilyen eső, és úgy utálom egyébként ezt a dolgot. Nyomjuk neki gyerekek, veressük neki, mint a veres egy hali. Ja, jobb lenne egy gyorsabb jármű meg, amiben nagyobb az inventory. Egyébként írtátok azt is, hogy ez a drón, ez tök jó. Nem csak olyan funkciója van, hogy tudom cipeltetni vele a cuccaimat, hanem modokat is tudok belerakni. Például, hogyha rakok bele olyan modot, ami gyógyít, és rakok bele kötszet, akkor ő meggyógyít engem. Meg még ráadásul olyat is tud, meg ezt igazából csinálja is, hogy hogyha enemit gyakorlatilag megtámad, és én azt nem veszem észre, akkor is ő szól, hogy mit tudom én, incoming enemy detected, vagy valami hasonló, de ugye le is lehet némítani. Azt egy másik srác írta, hogy igazából az áthúzott valami, az ilyen néme, ilyen silent mode, hogy nem pofázik megállás nélkül mindenfélét, de egyébként rettenetesen utálom ezt az esős időt ebbe a játékba, de gyorsan menjünk be, azt a hátra találunk valami frankot.
Okay. Futás. Hello Jenny, szevasz, mi a helyzetben, adjál valami jó dolgot, mind van neked? Nézem egyébként, nézem, hogy végig, hogy mi az, ami valami nekem jó lenne, ez mi ez itt? Ez nem kell. Jó, igazából úgy látta, hogy semmi jó cuccuk nincs, nézzük meg a kajájukat. Oppá, van 6 tojás, azt mondjuk viszont lehet, hogy megveszem, mert az jó lesz nekem. Ebből tudnék csinálni magot. Olyan akartam megvenni, amivel tudok csinálni magot. Meg akkor megnézzük a modifikációkat. Oppá, ezt a fitting mód. Na ez a fitting mód, ez például nagyon kellene nekem. Meg az extended. Ez mi ez? Force grip. Mozgás közben is jó célzást biztosít. Ezt lehet, hogy meg fogom venni, gyerekek. Ezt lehet, hogy meg fogom venni. Igen, ezt meg is azt és ebben, hogy ugye modokat veszek, talán le is esik nektek, hogy milyen dolgokat akarok csinálni. Várjátok, a izét, mit néztem meg? Megnéztem a modokat, megnéztem a kaját is, ugye? Persze a gombát itt vettem meg. Várj, hol a motorom? Kint hagytam. Valami sétálást hallok, hát nem tökörünk, hanem megyünk is tovább. 20 óra 28, én bízom benne, hogy el fogunk érni a következő traderhez. Ja, úgy, mivel modokat veszek, lehet, hogy ebből le is esik számotokra, hogy mit akarok nagyon reformálni. Nagyon-nagyon meg akarom csinálni a karakterem. Optimalizálni akarom a karakterem ahhoz, hogy például olyat, mint a fegyvergyár, ahol voltunk, azt sokkal hatékonyabban tudjam csinálni, mert az volt itt a probléma, hogy igazából a karakterem olyan szedetvedett, olyan semmilyen, ahogy éppen esnek a dolgok, úgy használom őket, nem jó. Aki régóta játszik a játékkal, szerintem így fogja a fejét, hogy ott vannak ezek a cuccaid, miért nem használod, meg miért nem csinálsz ezt, miért nem csinálsz azt, és ezt szeretném egy kicsit megszeretném egy kicsit reformálni a karakterem, szeretném teljesen optimalizálni. Úgyhogy a mai részben az lesz, meg még egy csomó minden. És remélem, hogy mindenre lesz idő. Bocs, hogy ezzel a trader dologgal itt eltökölök, de úgy érzem, hogy hasznos lesz ez a dolog. És tényleg ugye 3 naponként resetelődnek a cuccok, tehát a 31. napon vagyunk, pont resetelődtek, akkor miért nem? Volt még 22.00-ig egy csomó idő. Ja, egy kicsit lehet, hogy sokat beszélek, de nagyon... és sajnálom egyébként, hogy... elég ritkán jönnek a részek, gondolom, lehet, hogy ezt nehezményezitek is. Régebben ugye naponta jöttek, most 2-3 naponta jönnek, de ezt próbálom pótolni, úgyhogy megint visszatérünk a napi részhez, mert úgy gondolom, hogy igazából aki érdekel, az úgy is nézi, és várja, és nagyon sokan írjátok, hogy jó, hogy tök jó, hogy már jött, és még hosszabb részek legyenek, viszont megpróbálom megtartani az arany középutat a részek hosszával kapcsolatban, mert lehet, hogy valakinek azért a 2 órás részek azért az hosszú, azért az egy egész estés mozifilm hosszával vetekedik, az lehet, hogy hosszú. Viszont szerintem ilyen 1 óra 15 perc körüli részek azok szerintem így elviselhetők, főleg hogyha napi szinten érkeznének. Na. 20 óra 51 van, jó van, van elég üzemanyagunk is, el is raktam, úgyhogy ha nagyon szükségünk lesz rá, akkor lesz még. Igen, a drón az nagyon tetszik, hogy megvan. Írtátok, hogy ne aggódjak miatt, a nyugodtan rakjam ki mindig, hogy nem fog elveszni és nem fog megsemmisülni. Viszont én attól egy picit parázok, ugye írtátok, hogy nem fog megsemmisülni, csak az érdekes benne, hogy ugye ő neki van milyen ilyen durability-e. Miért van durability-e? Nehogy az legyen, hogy ha nullát elérj, akkor tönkre megy? Vagy ha a nullát elérj, lehet, hogy akkor nem tudom használni, csak annyi történik. Motor se gondolom felrobbanik, hogyha eléri a durability-e nullát. Ugye? Valószínűleg nem fog felrobbanni, vagy nem tudom, meg ki kellene próbálni. Én ráhajtok egy aknára, aztán majd kiderül. Na, 21 óra 0-0 van, egész jól haladunk. Ezért jó egyébként ez a játék, így amikor nem is játszik bele az ember, akkor is így tud rajt gondolkozni, hogy mit akar csinálni, és így eszébe jutnak, hogy úristen, 31. nap volt, nem a 31. nap? Jaj, de a 31. nap. És ebből következik egyébként, még hogy a 31. nap van, hogy srácok, 30 naponként termelődnek újra a dolgok, úgyhogy az is egy csodálatos jó dolog. Egyébként tényleg, ahogy így vágom át az egész területen, nem nagyon szereti ugye ez a játék leginkább nem is csak a videókártyát zabálja, hanem a
processzort és a RAM-ot, főleg, hogyha rengeteget mozogsz, mert ugye töltődnie kell a dolgoknak, na inventory-t nézünk, tesó, mutassál valamit nekem, ami érdekes lehet számomra. Igen, ilyen truck kaszni, meg ilyenek is van, hogy viszonyatosan drágák, hát az majd egy kicsit később. Mi ez? Armor modifikáció. Armor modifikáció. Ha más nem lesz, akkor azt fogok venni. Várjál, nézzük meg, hogy... Ezeket nem érdemes megvennem. A modifikációk... De érdekes! Ide mi? Modok, nem? Nem azt írja, hogy modok. És mégis volt... Ahol láttam modifikációt. És nem rakja be akkor. Figyelj, van fújtató. A fújtatóval ugye gyorsabban beolvasztja a dolgokat, már most igazából arra agyira nincs szükségem, hogy az hihetetlen. Ja, hol láttam, hogy... Ja, ezeket nem rakja be ide? Az teljesen különben. Ezt a módot ezt lehet, hogy megveszem, olyat azt hiszem nem tudok csinálni. Legyen, ha egyszer igazából más nem tudok, akkor ezeket megveszem. Jó, gyerekek, csapjunk bele, lecsapva, vegyünk haza, 21 óra 20-ban bőven hazaérünk, és éjszaka úgyis egy csomó mindent kellene csinálni a keepernek. Veressük neki. Egyébként rájöttem, hogy lyukát tök fölösleges ültetnem, mert minek? Mert ha belegondoltok, itt annyi lyuka van, mint a sár, tudok szedni egy csobót. Tudok szedni egy csomót, nem tudom minek, mi a francnak ültetgetem, nem? Jó, 21 óra 24, tök jó időzítettünk, és kezdődik a reformálása a karakteremnek, amint hazaértünk, de ugye le kell szednem, le kell szüretelnem a dolgokat, kell csinálnom még, craftolnom kell még farming, ilyen farmládát is, amiben ugye tudok ültetni, még úgyhogy rengeteg dolgunk van, hát remélem, hogy mindenre lesz idő tényleg hajnali négyig, mert hajnali négykor már kitalálta a Keeper, hogy még egy hatalmas nagy akcióba fog bele, nem éne. Nem tudom, ilyenkor mi van, mert nem bocsánatot kérek. Aztán kevesebbet futkozunk, akkor talán nem lesz az a folyamatos töltési akadás. Ja, azt akar... Bú, nem tudom, hogy végigmondtam-e, hogy ugye a 31. napból kifolyólag az következik, hogy újra termelődnek a dolgok, mivel 30 napra van állítva a loot újra termelődés, tehát mondjuk például itt van ez a lőtér, ami belett megyünk el, emellett is ez is ugye 30 napra rá, hogy kilutoltuk, megint újra termelődik, bár ez nem a legelső napokban, hanem talán az 5.-6. napon lutoltam ki, de majd ide vissza kell nézni, tehát ugye a 35.-36. napon, és akkor már is lesz egy olyan lehetőség, hogy újra ki tudjuk lutolni, ami igazából valószínűleg jobb lootokat fogok kapni, és lehet, hogy rá fogok menni a különböző loot növelő skillekre is. Hát gyerekek, ezt nagyon jól időzítettük, ugye ezért volt az a kapkodás az elején, hogy a Keeper, és egy ilyen kör, az pont 100% üzemanyagot használ fel körülbelül, jó, hogy megtankoltam, mert lehet, hogy akkor tolnom kellene onnan a motoron végig mindenhol. Egyébként az nem tetszik nekem, hogy ezt ideépítettem, ezt a nagy bunkert ide előre, amit ugye a zombi csapdának akartuk, hát ez a jó egyébként ebben a játékban, hogy... Na várjál tesó, bevisztek kézbe, vagy hónom alatt. Jó, oké, menjünk be. Nagyon szuper. Ja, igen, írták, hogy ezzel sokra nem mentem itt, mert ennek elektromosság kell. Hát jó van gyerekek, nincsen semmi gond. Keeper egy kicsit befélelt. Jó, már is megnyugodtunk, mindjárt jóba az FPS-ünk is. Na gyerekek, akkor egy csomó dolgot kellene csinálni először is, ugye ki kellene szednem az ólomból az olyan dolgokat, amik ide vannak beszórva, mert ide ugye beszórtam egyelőre azokat a dolgokat, amik igazából úgy gondoltam, hogy most ne legyen nálam, azt hittem, hogy több dolgot tudunk vásárolni, de hát úgy látszik, hogy ez nem jött össze. Na, rakjuk ki a dolgokat és kirakunk mindent, mert most tényleg kirakunk mindent, például a fegyver, ha olyan van, ami persze kell, az ezt eladhattam volna. Látod, itt hagytam, én hülye voltam. Na, páncél, rakjuk ki a páncélokat, és beakadtunk. Na, rakjuk ki a páncélokat, minden páncélt, és nagyon szisztematikusan fogjuk ezt csinálni, és a fegyverben még volt itt ilyen, meg ilyen, akkor már rakjuk ki, várjál, rakjuk sorba aztán. És akkor, várjál, ez mennyit ér? 105 ér, ez az 5, nem baj, lesz kreppelem a francba.
nem használok ilyet. Figyelj, ide. És pont 22.00 van, milyen jó időzítés volt, igaz? Amiket ugye szoktam használni, azt ide rakom, aztán akkor a többit azt szórom be. Például ugye az eladható cuccokhoz, ezt berakhatom. Hát ez hülye voltam, hogy nem adtam el, de hát bocsánat ért. Várja, Bandi írt valamit, hogy itt három darab ilyen szar van. Hát akkor ezt csináljunk egy olyat, hogy ezt elosztjuk. Minden egyébe legyen. Bár igazából abban csak piát csinál, szóval nem sok értelme van. Meg akkor van most egy ilyen szarom. Hol van? Itt láttam. Ezt is bekerülhet, és akkor ez fullos, ez a kis kemence. Tök jó. Na, nézzük akkor. Van kaja alapanyag, bármi is itt. Ez kaja alapanyag, ez kaja alapanyag. A gobbát majd elviszük innen, mert igazából az nem ide kell. Nézzük kaja alapanyag. Kaja alapanyag nincs, de viszont pia alapanyag van. Például az üres üveg is. Volt valami pia alapanyag még? Nem? De a multivolter az pia alapanyagnak számít nálam. Jó, erre raktam? Jó, erre raktam. A készpia az itt van. Készpia itt van. Más ugye talán nincsen? Nincsen. Várjátok, hogy fú, basszus, annyi mindent kellene csinálnom, hogy ezt nem is tudom elmondani. Ja, ott volt egy kaja, volt kaja. Hát itt van a krumpli, bazze, az kajának számító dolog. Na, napjuk sorba szépen a dolgokat, Selves Craft. Selves Craftnak minősül a csont, ugye? Fegyver és páncér modifikáció. Van egy-kettő dolog. Van fegyver alkatrész. Ennyi. Az eladható cuccokhoz mehet ugye ez is. Az egyéb crafthoz menjen az üzem... Mit raktam ide? Üzemanyag. A részhez természetesen menjen a rész. Milyen hang? A vashoz. Nem hiszitek el, gyerekek, de kim van egy tábla az ajtómon, hogy ne zavarj, mert felvétel van. És elmondom miért. Azért, mert gyakorlatilag ugye ezt a játék, ebben én nem tudsz menteni. Ezt, hogyha el van csezve, jön valaki hozzám, akkor el van csezve, akkor az is itt benne lesz, hogy itten éppen boklászunk. Na várjatok, viszont valamire eszembe jutott, az egyéb craftból vegyünk ki ezt, ezt vegyünk ki ebből. Gondolkozzál, mi kell hozzá még? Kellene a stone-ból ez. Kikkel vegyük ki ezt, hát hogyha sok kell hozzá, és vegyünk ki fát. Kellene csinálnom ízait. Ilyen farming blokkot, 43-at, oké. Okay. És akkor be is tudom rakni a többi maradék cuccot. Ez közben elkészül, és akkor tudom csinálni a reformálást. Stone, és akkor fa. Jó, most egyelőre nem sütünk semmit, mert arra nincsen szükségünk. Na! És akkor amiről beszéltem. Reformáljuk meg a fegyvereinket. Először, jó? Reformáljuk meg a fegyvereinket, az abból fog állni, hogy igazából át fogjuk gondolni a dolgokat. Kiveszem a lőfegyvereket, amik lehetséges dolgok, és teljesen át fogunk mindent nézni. A magnumot azért nem bántom, megmondom őszintén, mert nekem azért nem tetszik, mivel 6 darab lőszer fér bele, meg még ráadásul még egyfajta lőszer típust kell húzolnom, úgyhogy az egyelőre nem játszik. Na nézzük. Meglett az M60-asunk, ugye? Meglett az M60-as machine gununk, amit én szívesebben használnék, mint ezt a Tactical Assault Rifle-t, ami szerintem egy M4-es, egy M16-os rövidített verziója. Mivel alapban ugye 59 lőszer fér bele, ebbe 29 lőszer fér, és gyakorlatilag, várjátok, a modifikációt vegyük ki, mert különben igazából nem vagyunk teljesen nem objektíven tekintve. Nézzétek meg, a Ranger Damage 37, ennek a Ranger Damage 47. Az effektív Ranger az 40, ennek az effektív Ranger 59, de ezt igazából mindig csak tömegosztatásra használok, automata fegyver, tehát ez mindenképpen jobb lesz. Szóval ezt a Tactical Assault Rifle-t nem fogom használni. Nem kuka, elrakjuk szépen. Ugye van nekünk egy sniperünk, ebből is leveszem a izét, a modifikációt, és megnézzük valamit. Itt van ugye, sniper rifle, 55,5 a range damage-e, van egy 5-ös ilyenünk, aminek 83 a range damage-e, két vagy egy harmadával minimum több, ugye? Ilyen 150% ennek.
minimum. És ami nekem jobban tetszik, igaz, hogy nagyobb tárja van, és effektív range-e magasabb, viszont hiába magas az effektív range-e, hogyha nem tudok normálisan snipe-olni vele, mert igazából snipe-olni úgy jó, hogyha egy hiteled az ellenfeleket, vagy legalábbis kettő. De ezzel nem lehet, mert ez kicsit sebez. Úgyhogy mindenképpen őt fogom használni. A sárgán az alapvető, pisztoly az alapvető, a crossbow az alapvető. Tehát akkor ezeket már rakhatom is ki. Mindjárt meg fogjátok látni teljesen, teljes mértékben, hogy ez hogy fog fölépülni. Azt is kirakom addig. Akkor vegyük ki a fegyvermodifikációkat. Kizárólag most a fegyvermodifikációkra koncentráljunk, és olyan fegyvermodifikációkra, amik igazából ezt nem használom, mert a sisakom úgy is lesz. Olyan fegyvermodifikáció, ami távolsági fegyverre jó. Oké, és akkor ezt újra kell, át kell gondolnunk itt a dolgokat. Először is együnk egyet bezzel, mert éhesek vagyunk, nem? Use. Jó éhesek voltunk már egyébként. A szomjasak is vagyunk, az piáért is el kellene menni, vagy el kellett volna menni. Jó, kaja megvan. Oké, skacok. Akkor ezt a fegyvert, mivel ebben csak egyfajta modifikációt tudok rakni, én arra gondoltam, meg egyébként javasolták is, nézzétek meg 59 a lőszer kapacitása. Mivel valószínűleg ugye százalékos arányban növeli a lőszer kapacitást ez, ezért szerintem ezt érdemes belerakni, mert ezen fog leginkább változtatni, és 89-re felnövelkedett a lőszer kapacitása, gyerekek, ami eléggé brutális, a 90 darab lőszert bele lehet halmozni. Tök jó, oké. Akkor ez pipa, ugye? M60-as pipa. A shotgununkra igazából nem érdemes scope-ot rakni, és azt hiszem, hogy csőtoldatot... mit tudok rá rakni? Nézzük meg. Csőtoldatot nem enged még egyet, mert hát hogyan engedne, ha egy rajd van. Ez mit csinál? Amikor mozgok, meg izé, akkor pontosabban célzok. Várjál, megnézzük, mit módosít. Igazából ott vannak ugye fent a izei, ott fölt a statjai, ha rárakom. Igen, damage növel. Ezt lehet, hogy másra rakom, egyelőre várjatok. Nézzük a pisztolyt. Pisztolyra tudok rakni kettő darab modifikációt. Én úgy gondolom, hogy a snipe-ot rárakom mindenképp az egyiket, nekem az úgy bejön, az úgy tök jó. És még mit lehetne rá? Ez elég sokat löveg vele, tár növelés, mennyit adna hozzá? Még hetet hozzáad a tárhoz, mert ugye alapban is egy nagy tárja van, tök jó. Ez nem rossz. Azért a pisztolyra kellene a nagy tár, arra gondoltam, mert azzal elég sok gyakran lövök, érted? Most igaz, hogy itt van a sniper, fegyom, várjátok, amit snipe-olni fogok. És ezt meg is csinálni, nézzük, hogy mit. Erre hányat tudok? Erre hármat tudok. Arra mindenképp ugye felmegy ez. Felmegy egy ilyen, és már 95 ez egy image-e. És... ez nem, mozgás közben nem valószínű, hogy fogok lőni, ugye? Mert ez inkább mozgás közben. Sniperrel nem lövünk mozgás közben. Ráraktuk ezt, meg ezt. Erre meg igazából föl van pakolva minden, többet nem is tudok, mert hármas. Viszont akkor pisztolyra még tudnék rakni valamit, vagy pedig a satira is tudnék valamit rakni. A shotgunra mozgás közben valószínűleg szoktam lőni, úgyhogy ez fogja megkapni ezt. Oké? Tök jó. Szerintem ez így frankó. És akkor el is fogytak a fegyver modifikációk. Erre nem tudok többet rakni, mert kettő helyes. Erre igazából nem tudok rakni. Jó, és akkor meg is vagyok. Na, fegyverek megvannak, gyereken. Fegyver modifikáció megvan. A fegyverekbe berakjuk a lőszereket, és akkor jöhetnek a fontosabb dolgok. Mármint igazából markánsabb dolgok, az nem más, nem ezt akartam. Jöjjenek a páncélok, és ezeket úgy fogom lerakni, hogy fejvédő, chest, kézvédő, lábvédő, csizma.
kiveszem belőle modifikációkat, hogy teljesen objektíven tudjuk megnézni a dolgokat. Szomjasok vagyunk, jó. Ebből is kiveszünk, mindenből kiveszem a modifikációkat. Tényleg objektíven tudjak ránézni. Objektíven tudjam összehasonlítani, vágod mire gondolok. Ne legyen rajt módosítás. Úgy né, ki van beéve, és akkor jöhetnek a többi páncél. Nézzük, míg vannak nekünk ki. Például csizma, menjen a csizma alá, a kezes menjen a kezes alá, fejes menjen a fejes alá, fejes menjen a fejes alá, kezes menjen a kezes alá, lábvédő menjen a lábvédő alá, chest menjen a chest alá, meg itt van még egy chest, menjen a chest alá. És már is ezt tudjuk hasonlítani, hát ez valószínűleg nem érdemes ezt a... Jó, kiveszem azt is ledört, meg kiveszem ezt is, hogy akkor mindet hasonlítsuk össze. És most arra fogok rámenni, ha iszok egyet, arra fogok rámenni, hogy legnagyobb védelem. Legnagyobb védelem legyen gyerekek. Nézzük a sisakot. 2, 4, 5, 1. Steel Helmet. Ez a legnagyobb védelem. 13,8-at ad védelmet. Ez csak 8,7-et, ez csak 11,7-et. Ez a legnagyobb védett, vagy legjobban védő sisak. Legjobb def-fel rendelkező sisak. Nézzük ezt. Hát ez... Ahogy látom, ez a Scrap Armor, érdekes módon a Scrap Armor nagyobb védettsége van, mivel ugye 6-os, nagyobb védettsége van, mint az Iron. Na, jó, akkor ugye ez a kettő, ez biztos. Nézzük a kezeseket. Ez 4-9-en nagyobb, ez 5-tel nagyobb. És még ráadásul nem is növeli annyira a noise-ot, és a mobility-t nem annyira csökkenti. Meg nem annyira eszi staminát. Ez a military glove, ez nagyon jó. Military cuccok nagyon jó. Ezt egyszer írtátok, és szerintem én elcsesztem, mert eldobáltam őket, meg eladtam. Na nézzük a izét. Aha. Iron az jobb, viszont ez a leg. De több modifikációt tudnék rakni. Ez csak 1,8-al jobb. 1,8-al jobb. De több modifikációt tudnék rakni bele. És van nekem defes modifikációim. Ebben hány modifikációt tudok rakni? De kettőt, a izébe, ebbe mennyit? Ebbe négyet. Gyerekek, azért az nem mindegy, nem? Úgyhogy lehet, hogy meg fogjuk ezt még nézni, ez, hogy mennyi modom van és mennyit tudok felhasználni. Na nézzük a csimmát. A csimma, ez 17, ez 0,3, ma jobb. Meg 0,4-jel, viszont megint az áll fenn, hogy ez ugye 6-os szintű, tehát nagyobb, figyelj most, mennyivel? 0,3 def-fel nagyobb, viszont ebbe több modifikációt tudok rakni. Úgyhogy ezeket mindenképpen kipakoljuk, álljál meg. Páncél. Remélem, hogy próbálom, értitek is, hogy mit próbálok elmondani, meg úgy jó dolgokat is mondok. Na ezt mondtam, hogy például egy ilyen, az például ad Armor Rating 1-et. Nem volt ebből nekem jobb? De itt van ez. Ez kettőt. Érted? Most 0,3-at ad például, többet ad például az a másik csizma, viszont be tudok rakni több modot, és a több moddal nagyobb Armor Ratingot tudok elérni, mivel ez 6-os. Tényleg remélem, hogy így érthető, próbálom így elmondani. Na várjál, az összes armor modifikációt, ez nem armor modifikáció, vegyük ki, szedjük ki. Ennyi az összes armor modifikáció? Ez armor modifikáció? Nem, ez szerintem nem. A többi az nem is az, ugye? Nem tudom egyébként mi. De a többi az nem. Jó, szerintem a többi az nem. Oké, akkor nézzük, menjünk fölülről. Egyébként meg is javíthatnám ezeket, ha ma egyszer. Sityak! Ebben nagyon sokat tudok rakni, és akkor miket tudok belerakni? Tudok védelmet belerakni, tudok olyat, hogy mobility-t ad és staminát ad többet. Fú, gyerekek, fitting mód, ez is nagyon jó, ebből is vettünk, ugye? Ja, a sisakban mindenképp kell a lámpa. A sisakban nem ártana a sityak, vagy az ez. De majd ezt még átgondoljuk. Beledobhatnék egy armort, meg beledobhatnék egy
noise-ot csökkent. A noise, hogyha, figyelj, annyira nem érdekel, hogyha ilyen tank karakterre pakolunk át, akkor annyira nem érdekel. Inkább akkor menjen bele még egy kis, nem lehet kettőt belerakni, akkor menjen bele egy fitting mód. És ez mit ad? Ez? Ez is mobility, tehát menjen bele egy fitting. És így akkor staminát nem annyit veszítünk. Jó. Sípka megvan. Jöhet a izé? Jöhet a... Ő. Nem be is rakjunk izét, védelmet, rakjunk bele ebbe a kettes védelmet. A zsebmódokat is nem ártana belepakolnom. Ugye gyorsabb reload, ez is kellene. És akkor menjen bele még egy fitting mód. És már is. Erősebb, nagyobb cumó, ez is, meg gyorsabb bag vagyunk, meg staminát nem eszi annyira. Jöjjön a kezes, ez is hatos gyerekek, tök jó. Ezt is meg kéne javítanom. Ez is nagyon szuper, és akkor ebbe is modi. Ebbe is mehet egy védelem. Mehetne zsebmód. Mit tudok még belerakni? Stamina. És akkor rakjuk bele ilyen izé, ilyen, mit tudom én, noise, mert igazából más nem nagyon tudok. Jöhet a... izé. De viszont már elfogyott a modifikáció. Nem baj, ha... Úgyhogy ebbe elég lenne már csak akkor ez. Mobility... Ez 9, ez 1,8-al többet ad ez. Mert ez 1,8-al több védelmet ad. Viszont staminát jó zabálja, mobility-t 6%-kal zabálja, noise-ot 20%-kal löveli. Nem, ezt a 6-osat fogom használni. Tudom, hogy ez egy ilyen szar, de ez majd cserés lesz. Meg igazából mindig cserés, ezután figyelni fogok rá. Jó. Hát ebben egy zsebmódot tudok rakni, másom nincs is. És a zsebmódom szerintem elérte az izé, maximum slot számot. Ez mennyi? 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 5. Jó. És ja, a cipőbe meg ugye... Abban meg ezt tudom rakni. Nagyon kell módosításokat folyamatosan kell venni, és nagyon... Nagyon-nagyon kell örülni neki, hogyha jó módosítást kapsz, mert ezek szerint ez baró jó. Na és akkor fölpakolunk, és akkor megnézzük a statisztikáikat, mert ugye meg tudjuk nézni, az hol van? Itt van, ugye. Itt a mobility az 85%-ra lement. Armor rating 56-ra fölment valószínűleg. Hát ugye, most ezt fölveszem, nézd meg. 58,3. Szerintem most akkorát nem véd. Én úgy gondolom. Én úgy gondolom. De azért ma javítsatok ki, hogy... Jó, és akkor megvagyunk. Ugye megvan a lámpám. Mi igazából mindig ég ebbe a játékba. A fegyvereket is meg kéne javítani. Miért ne? És még van egy csomó rólunk, gyerekek, várjatok ám, várjatok. Még van egy csomó dolgunk, ez marad. Az üvegeket berakjuk ide. Ja, el kell menni italért, mert ma lesznek bajok. A csákányt azt rakjuk le ide. A drón az marad itt. Ez meg itt szokott lenni, nekem ez itt szokott. Meg ugye kötszerem szokott lenni. Vigyünk egy ilyet, ha már egyszer mondanám. Jó, az itt szokott felépülni. És akkor most minden meg van javítva, és minden fullos, és minden tele van modokkal. Biztos nincs semmi modifikációm, amit be tudnék pakolni bármibe is? Nincs, gyerekek. Nincs. És armor modok azok kellenek nekem nagyon. Armor modok. Ja, meg a military cuccokat meg kell nézni mindig mindig meg kell nézni a military cuccokat. Várjatok, gyerekek. Vigyük már el. Ezt innen. És húzzunk. Meg kell csinálni. Várjatok, elkészült közben. Oda nézni, milyen jó, hogy elkészült ez is. Ó, srácok! Nagyon jók vagyunk, 1 óra 24 van. Tényleg, én úgy gondolom, hogy most ezzel a nagyobb deffel... Figyeljetek, az a baj, hogy hiába az épületeken belül nem tudok futkozni. És ha nem ront egy csomó zombi, akkor nem árt, hogyha bírja a karakterem. Nem? Mert nagyon-nagyon örültem, mert... itt megnőtt minden, jaj, de jó. Jó, le kéne szedni mindent. Meg ebből is ki kell...
Az igen, Keeper kikapta azt onnan, mint a szar. Jó, nem baj, most ezt nem is fogom visszalakni. Minden is ki kellene kapnom mindent, és szerintem kávém az volt is még. Ez hülyeség volt. Volt kávém ott kint még, de most már nem megyek vissza érte. Ja, jó. Ja, a Jukkát azt meg nem fogom ültetni szerintem, vagy minek? Érted? Van ott kint annyi, mint a sár, igazából mást ültessünk. Teljesen felesleges. Mindenből még mindig ezért fogok csinálni magat, mert igazából nem nagyon ad sokat. Úgyhogy nem érdemes még most, én hiába használom fel, ha utána nem lesz magam. Ezt úgy kell megoldani, hogy annyit tudjak termelni. Mintha valami nyerített volna. Ja nem, ez hülye zene. Na, gyerkőcök, először is. Akkor ezt le kellene pakolni, de szerintem ez kevés is lesz. Vagyis kevés lesz a hely, úgyhogy lehet, hogy fel kellene vernem. Ugye? Lehet, hogy fel kellene vernem az utakat, de igazából mindjárt megnézzük, hogy mennyit tudok ültetni. De az a tuti, hogy még van 27-em. Jaj, nagyon jó. Ezt be is rakom aztán igazából, akkor majd, hogyha szükségünk lesz rá, akkor tudunk csinálni. Jól állunk egyébként, nagyon jól állunk. Most át kell nézni a magokat. A gombát. Miért nem tudok csinálni gomba szídet, hallod? Így sem megtanulva, hogy mi a szóval? Miért nem tudunk gomba szídet csinálni? Érdekes. Na mindegy, ezt is megcsinálom magoknak, a krumplit megcsináljuk maguknak, mindent megcsinálunk maguknak, kávét megcsináljuk maguknak, és pont 19 van, és azt hiszem, hogy pont van egy kávé magam kin. Na mindegy, vagyis egy kávé. Nem tudok sokat csinálni, látod? Ez nagy probléma. Meg hát a berit se sok értelme van szerintem termeszteni. Ugye krumpli kellene, meg kukorica is. Azokat kellene nagyon felgyomni, de... Figyelj, maxon van a izém. Maxon van ez a... Maxon van ez a skillem, hogy mi tudjak jó dolgokat szedni. Ide rakom a magokat. Most mag. Jukka, hát jó van, igazából, ha van hely, akkor hadd menjenem, mert most miért elme van nem elültetni. Igazából az nem... Ez mag. Hol van még mag? Ez is mag, krumpli mag, érdekes. És ez is mag. Jó, és a többi akkor ez megy be majd. A raktározásiba, Jó, a kukorica a lényeg. Kukorica és a krumpli lenne a lényeg, ami igazából az a baj vele, hogy nagyon kevés van. De hát majd feltermelünk tényleg annyit, hogy tövénytelen mennyiségű legyen, azt akkor jó lesz. Na hol van a krumplim? Krumplim az három van, bazzeg. Szóratta ezt a hírt csak. Három krumplim van, aminek nem örülök. Gyorsan már! Kukorica, ebből a kukorica fajtából meg csak ezért tudok csinálni. Maximum glút, meg nem is tudom mit. Meg ilyen piákat, tudod, ilyen mit tudom én, mi nagypapa ital, meg ilyen hülyeségeket. Kávé. Egy kávé. Hát jó, szerintem bőven elég az tök. Figyelj, ezeket fel kell növelnem annyira, hogy legyen bőven belőle mindenből. Van egy csomó berry, a berryket berakjuk ide oldalra. Az a berry az nem tudom, hogy mennyire hasznos, vagy mennyire nem. Egyébként nagyon beret nerfelve ez a termesztés. Régen sokkal több magot adott. Most meg szívsz vele, mint a szar, mert nem ad belőle eleget, és akkor sokáig tart itt, vagy csak a hópot még ide be tudjuk rakni, onnan. Még nem elrakjuk a hópot, és... Jukka az van annyi, mint a sár, de akkor a Jukkát is elültetjük, mert hadd legyen, nem? Figyelj, most hely van neki, pénzben nem kerül, enni nem kér, vagy mit szoktak mondani. És 2 óra 16-ban nagyon jó időzítettünk, szerintem el is fogok menni valamelyre. Közben kitalált a képer, hogy mit akar csinálni, úgyhogy majd meg is fogjátok látni. Ja, majd a gombát is el kell kezdenem termeszteni, csak meg kellene építeni, hogy a gombafarknak a részét, ami nem olyan egyszerű. Jó. Ide bepakoljuk ezeket a maradékokat, ugye ezt majd úgyis szükségeltetik. Hát ja, ott elcsesztem a Piper, hogy ide. Jó, most nem fogom újra festeni.
De viszont tűzszertelni fogok. Elnézést, gyerekek! Bocsánatot kivárok. Jó, ez megy ide. Szerintem ez egy frankó. Más nem is ja, fel kellene szerekeznem a napra. A küldetésre, amit én kitaláltam magamnak, hogy mit szeretnék megvalósítani, de mindjárt meg fogjátok látni, ne aggódjatok. Pici fiúk, ne aggódjatok! Ja, itt is építkezni kellene, meg ugye lefele kellene építkezni, meg egy csomó. Hoppá, jobban lesz jobb sztaminám ez a ruha szerintem, mint az állat, úgy szabálja. De azt komolyan mondom. Na, fegyverek. A fegyverek azok, amire nekem nagyon sok kellene. Jaj, de utálom, hogy ezt megnyomom mindig, és akkor ez van. Fegyver kellene, meg a motort meg kellene tankolni, úgyhogy ezt lerakom gyorsan, mert igazából elfelejtem azt, akkor beszívom. Egyéb craft. De éjszakát azért dolgos dolgokkal töltjük, nem? Ezt miért rakom ide? Nem így kell tankolni, Dick. Hanem így. Azt hitte a keeper, hogy így kell tankolni, aztán nem. Na, mi a helyzet, gyerekek? Mi a szituáció? Ezt, az itt szokott lenni. Ez meg itt szokott lenni. Szeretem így berendezni a dolgokat. Na, fegyver dolgok kellene. Ugye, mivel ez a fegyver eszi, mint az őrült a lőszert, úgyhogy ebből legalább kellene. Miért nem csinál nagyobb pakkot? Három pak minimum kellene. Kellene egy pak ilyen, meg szerintem kellene egy kettő pak ilyen. Ennyi lőszerre el kell indulnom oda, ahova tervezem, úgyhogy bocsisz. Ja, meg mert mindig elfelejtem. El is jó lenne. Na gyerekek, 2 óra 39, lehet, hogy éjszaka el is fogja indulni a keeper, mert miért ne? Bírja a keeper, mint az állat. Na! Lett egy ilyen sniper szerünk, ezt ki is próbálhatnám igazából, hogy ez... Figyelj, ez akkora... Ja, be kell tároznunk mindent. Igen, mindjárt fogy a lőszer, gyerekek, betározok. Főleg ezt oda nézve, 89-et. 89 befér a tárba, de lehet tömeget ösztetni, és elég nagyot is sebez. Mert ugye egy-egy lövésre azért, hogy fejbe lövöd az ellenfeleket azért... Ugye nem muszáj ezzel azt csinálod, hogy... Instant... Ebben nem fér több, ugye? Nézzük meg, ebben nem fér több modifikáció? Ebben nem, pedig ebben egy sniper modot még lehet, hogy hát biztos nem valami pontos lehet. Ez szerintem egész pontos lehet. Igazából abból látod, hogy mennyire pontos, hogy meddig szűkül össze a célkereszt, ugye azt tök látod, hogy látod mondjuk egy csörétesnél, ilyen ekkorára szűkül össze a célkereszt, ennél a pisztolynál ekkorára, itt meg már ekkorára. Úgyhogy a pontosságot ugye ebből így le lehet szűrögetni. What the fuck? Mi folyik itt gyöngyösen? Mami! Sem halt meg. Ijjjj, golyóálló bugyogója volt. Jaff! Ajaj! Ura bírom a spontán idejéket, hordákat. Mi a szar? Ez ilyen spontán horda vagy? Jó idegorosz voltam, tökölöttem a csávot, mint a szart. Na! Még mindig? Jaj! Olyan jó célzok, komolyan mondom, őrület. Na, jó, hát megtörtént az esemény, gyerekek kicsit megtámadtak minket, de egyébként látom. Gyere ide, barátom, ne ott futkorász a föl a tetőn, baza, mit gondolsz te? Hát, hogy így beesik egyébként, így rá lesz, beesik, aztán már így berohangál a hülye gyerek, mi? Na, gyerekek, szuper. Egyébként milyen kis világos vagy, mert ki vagyunk világítva. Igen, köszönöm szépen a figyelmet, szerintem itt ez a rész ennyi volt, vagy nem. Induljon neki gyerekek, ne szórakozzok be. Várj, álljál meg, a keeper mindig, amit elfelejt, azt úgy utálom, hogy mindig elfelejtem. Hogy ne úgy induljál már, hogy ez egy szomjazó érzel, mert körülbelül, amire kiérsz 3 méter odébb, akkor meg az lesz. Ja, meg a motor, amit heverészik. Bár most nem azzal fogunk menni, azt itt szépen fölkapja a keeper, meg eszünk egyet, meg iszunk egyet, mert tényleg komolyan mondom, olyan hülye vagyok helyetted. Nincs italom, hallod?
Viszont itt valamelyik töltizét, na? Ezeket megeszem, az jó volna. Nem tudom, honnan szar... Franzból vegyek italt, hallod? Ilyen hülyét. Krumplit megeszem, jó van. Ez meg water csökkent. Te Isten. Van baj, van baj. Gyerekek, le vagyunk gatyásokban. Kölyövgyileg, itt sincs benne semmi. Te Isten. Ja. Megiszok egy sört, ez mennyi ízét ad? Ezt a virrelek, sztóra. Figyelj, ez mindent ad, bazzet, csak ízért nem. Italt. Jó van, kibírjuk, majd érzem, hogy olyan helyre megyünk, ahol... Jaj, most elárulom, olyan helyre megyünk, ahol lesz majd pia, nem aggódjatok. Veretjük neki, jó? Okosba, okosba gyerekek, veretjük neki. Megtámadunk még egy ilyen iszonyat kemény objektet, ami lehet, hogy még keményebb lesz, mint az előző. Keményebb lesz, mint a fegyvergyár. Legalábbis ezt írták róla a nagyokosok az interneten. Hogy tényleg azt írták, hogy a ez még nehezebb, mint a fegyvergyár. Akkor jó van, akkor az a képernek való. Lopakodásra átváltott a képer. Jó, mindent hoztam, ugye? Nem felejtek el semmit, mert mindig elfelejtem. Valaki mintha lépkedne, de lehet, hogy én vagyok, nem? Ilyen 3 óra 30-ért úgy érzem, hogy nincs olyan szituáció, amiben nem tudnám megvédeni magam. Na jó, ilyen 50, 44 köveket nem fogok vinni. Utálom, hogy mindig esik az esélyebb a játékban. Egyébként ez annyira irritáló, hogy az őrület. Mindig esik az esély, és ettől olyan rohadt sötét van, hogy nem tudsz... Figyelj, ráérünk, mert igazából 4 óra után szeretném betámadni a helyet. Van egy glue mondjuk, azt lehet, hogy el kéne raknunk. Pénz az rohadjon meg. 6 dollárja. Ja, 4 óra után kellene odaérnem a helyre. Ugye nem annyira kapkodunk, de ez az eső, ez engem megölít, utálom. Gyűlölöm ezt az esőt, gyűlölöm. Sokkal sötétebb van, amikor ilyen ideje van, ilyen viharos esős idő. Egyébként annyira nem veszélyesen zabál több stabilát, szerintem. Csepereg az eső. Lefolyik az ablakon! Megnézem ezt a kocsit. Hát, ha behagyták a kulcsot. Benne van a hifi. Ó, azt a betyár, hallod? Ezzel elmentünk a búcsúba. Komolyan mondom. Jó, van egy zombi medve, jó lenne, hogyha nem támadna meg. Figyelj, 2 táska. Itten idő piknikeztek a gyerekek. Jó szar. Ez visszarúgás csökkentő. Visszarúgás csökkentő modifikáció. Nagyon örülök, hogy itt esküszöm. Meg kell nézni majd, hogy madárfészekben nem lett érdekes volt, ugye? Most direkt így nézelődök, mert ismer... A ismerősöm mondta, hogy ő például szemétbe találta a drónt. Hát mondom, elmészte a francba, nekem be kellett törnem a Pentagonba. Hát te meg a szemétbe megtaláltad a drónit. Komolyan, hát ez a szemétbe találta a drónt. Mondom, tényleg. Tényleg bekaphatod. Az mi? Sátortábor van, gyerekek! Hallod, ezt még ki kell utolni, sátortábor. Sátortábor, ilyen is csak élete. De komolyan jött egy sátortábor, ezt nem is láttam, hallod, mi ez? Sátortábor? Piknikeznek, itt hagyta. Sátortábor van. Hallod, menj, megvárjuk, mert izé van. 58 jelz. Bum, mostantól nem futnak a zombik, azért az nem... Nem baj, hogyha nem rohan rám egy rohedli katona. Halló, sátortáborosok! Itt hol vagytok? Nem nagyon... Nem vagyok benne biztos, hogy... Egyébként egyre jobban futnak a zombik, szóval nem csak attól... Ez egy izé van itt. Alszanak. Zsákokban alszanak a zombik. De várj, ezt én nem pucoltam bárki? Lehet, hogy kipucoltam. Sőt. Hallod, ez... Ó. De ezt kipucoltam. Hülye vagy, képer? Hallod, hogy megörültem neki, mi? Na. Sátortábor.
De örült a keeper. Jó, megyek az object felé. Majd ezt kipróbálom, jó? Szándékosan már előttem. Azért ez... kell neki a törődés ezeknek. Mondom, belövöm hát, hogyha a puska lelövi, de nem. A sniperből kellene ugye egy fotos, biztos az azért egy mellel is merre venni a csávó lövéket, lehet, hogy azért jót tenni neki, de hát így nem. Egy icipicit, mint hogy a staminámat jobban enné egyébként. Jobban enné az armor, de azért nem vészes. Valakivel böffentett egyet. Remélem nem egy zombi medővel. Bár megmondom őszintén, nem is parálok a zombi medvéktől, mert olyan kemények vagyunk, mint a Rambo 3. Kemény vagyok, mint a Tarzan sarka. Mint Jay haján a Taft. Ha valaki tudja, hogy ezt miből idéztem, akkor le a kalappal előtte. Tudom, tojás nagyon jó, de a Keepernek annyira nem. Ott hallod a zombik, hogyha figyeld el. Keeper már nem is foglalkozik vele. Na, erre gondolt a Keeper, hogy ezt meg kellene kaparintani itt a dolgokat. Hallod, milyen jó lenne bár fúrnom magam. Jó, oké. Most az egyszer Demo Hero hallgatok. Ő mondta, hogy nem áll furogasson be magam mindenhova. Vannak minden épületnek bejárata, ott menjével be. És akkor végig tudsz menni egész a főlútig. Jó van, Demo Hero hallgatási van. Ezt el kell volna találnom, ne haragudjál meg. Kicsit írtam itt a népet, mert úgy látom, hogy sokan vagyunk. Figyelj el, ezek is majd megtámadnak, azt akkor baj lesz. És tényleg azt írták, hogy ennek a nehézségi foka, az körülbelül ott van, mint a... Hoppá, dobta a lootot, láttad? De elmegyünk. Nehézségi foka körülbelül ott van, mint a... fegyvergyárnak. Dobta a lootot, More! Be lesz a jó cucc. Hát, lesz köpfele mecsém. Viszont ez jó. Legalább túl... Wow! Ezért tudok inni egyet. Ilyen egyet, Keeper. Ja, hát ezeket lehet, hogy leszedem itt körbe. Mert nehogy az legyen, hogy ezek észrevesznek, amikor benn vagyok, azt akkor meg még... Ott meg a zombi medve majdnem meglőttem. Figyelj ott a tufelő. Nézzük már körül. És akkor behatolunk. Keményen. Keményen, durván előről hatolunk be, srácok. Itt annyi zombi lesz megint, mint a sárbár, most érzem, mert akad. És tényleg azt írták, hogy ez valami epic nehéz. Kíváncsi lesz. Meg ezeket a kilootolom, srácok. Na hát, hogyha ebben van az epic loot. Főleg amióta azt mondták, hogy benn volt a drón a szemétbe. Ezeket bocsi, de behagyom, mert nem. Most úgyis rámegyünk a főútra. Keeper most csak az aranyat viszi. Kettő rongy, az nem is játszik. Egyébként, ott egy lámpa. Jó, bemegyek a főbejáraton. Ráhallgatok most a időre. A Demon Hero, mert ő igazából egy igazi... Figyelj, előbb-utóbb úgyis fölkeszedre magasokat, mert szerintem annyi lesz, mint a sár. Akkor ma inkább legyen előbb. Jó. Srácok, bejárat. Megérkeztünk. Keeper beleveti magát a lecsóba. Kíváncsi, hogy mennyire lesz nehéz. Ezt még itt megnézi, ezt a verdát. Hát, ha, de nem. És megint esik az eső, és rüheli a Keeper. Fuhuhu. Hallod, ránézik erre az épületre. Akad. És az azért van. Ott is egy ilyen bebúvó. Ott is egy kibúvó. Úristen. Na! Innen folytatás következik. Köszönöm szépen figyelmet, jók legyetek, csubi csőtészta!